Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök a szadai kompresszorállomáson megtekintette a turbókompresszorokkal felszerelt üzemcsarnokot, majd ünnepélyesen átadták a két ország gazdasági kapcsolatait és ellátásbiztonságát tovább erősítő földgázvezetéket. A magyar-szlovák gázvezeték a tervezett uniós szintű észak-déli gázfolyósó fontos elemeként összeköttetést biztosít a nemzeti földgázvezeték rendszerek között Lengyelországtól Horvátországig. Vážené dámy, vážení páni. Elsőként felkérem Robert Fico urat. Ako prvého požiadám pána premiéra Roberta Fica. Húzza meg a szlovák csavart, aby utiahol tú slovenskú skrutku. És Orbán Viktor urat pedig, hogy tartsa ellen. A pána Viktora Orbána. Az új kétirányú magyar-szlovák nagynyomású összekötő földgázszállító vezeték összesen 111 km hosszú, ebből 92 km magyar területen, míg 19 km szlovák területen fut, és az éves szállítási kapacitása szlovák-magyar irányban 500 ezer köbméter per óra, azaz mintegy 4 milliárd köbméter évente. A vezeték a magyar földgázszállító vezetékrendszert köti össze a szlovák vezetékrendszerrel, két végpontja Vecsés, illetve a szlovákiai Veľké Zlievce. A sajtótájékoztató előtt Orbán Viktor és Robert Fico együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, Magyarország és Szlovákia közös államhatára közúti kapcsolatainak fejlesztéséről. A megállapodást Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára ismertette, aki szerint Magyarország és Szlovákia történelmének legnagyobb közös fejlesztési programjáról van szó. Elmondta, 11 új határátkelő utat, 7 Ipoly és 1 Ronyva hidat építenek, valamint 2 új kompkapcsolatot is kialakítanak. Így 2020-ra megduplázzák az átkelési lehetőségeket a két ország határán. Ezzel a lépéssel a két ország határának ritka átjárhatóságából fakadó versenyhátrányt szeretné Magyarország és Szlovákia leküzdeni, aminek 646 kilométeres határszakasza az egyik leghosszabb Európában. A következőkben elsőként Orbán Viktor miniszterelnök tartott tájékoztatót. Történelmi pillanatnak nevezte a magyar és a szlovák földgázhálózat összekapcsolását, hiszen a beruházás növeli Magyarország és a régió ellátásbiztonságát. A jövőben akármi történik keleten az országban, mindig lesz gázkészlet. Ha ezt hozzáillesztem még, tisztelt hölgyeim és uraim, azt, hogy az elmúlt években, mint bizonyára emlékeznek rá, közéleti vitáktól kísérten, de Magyarország végül is a németektől visszavásárolta az oroszokkal kötendő megkötött szerződések jogosultságait, és visszavásároltuk a korábban szerintem felelőtlenül eladott gáztározóinkat, és ez még azt is hozzáteszik, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb cégében, a MOL-ban 25%-os tulajdont szerzett a magyar állam, így együtt azt tudom mondani önöknek, hogy ma a magyar állam kezében van minden eszköz, ami ahhoz szükséges, hogy akármi is történik a világban, kiszámíthatóan, biztonságosan el tudjuk látni a magyar gazdaságot és a magyar háztartásokat gázzal. A miniszterelnök hangsúlyozta, a versenyképesség kulcsa a jövőben az energia ára lesz, ezért a következő feladat az, hogy 4 év múlva Európán belül Magyarországon legyen a legolcsóbb a villamos energia ára. Robert Fico köszönetét fejezte ki, hogy az Európai Unió 30 millió eurót fektetett a szlovák-magyar beruházásba. Senki nem tudja, hogyan alakul az ukrán válság, ezért a gázvezetékek összekapcsolását fontosnak tartom. Az energetikai biztonság miatt, mondta.